Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Szekszárdi retromajális. Fergeteges hangulat, igazi közösségi élmény. Szívvel, lélekkel használják a tűt és cérnát. Szekszárd környéki foltvarró egyesület. Népdaléneklés. Tisztelettel a hagyományok iránt. Kultúrkortyok. Nepálba kalandozhattak el az érdeklődők. Új helyszínen rendezték meg a szekszárdi retromajálist. Ezúttal a Tudásközpont melletti területen a volt laktanya helyén rendezkedtek be az eseményre, ami egyértelműen jó választásnak bizonyult. A hangulatra nem lehetett panasz. Batyusok, édességesek, étkesek az I.S. Gyula városi könyvtár is kivonultak sátraikkal, asztalaikkal az eseményre, de még sakkozni is lehetett. Miközben városi piknik zajlott, ahol a megannyi társaság megannyi féle ételt készített. Berlinger Attila, a Kulturális Központ igazgatója is kollégáival együtt főzött. A főzőverseny, amelyet meghirdettünk a város civil szervezete és társaságai számára, én azt gondolom egy hatalmas siker. Közel 600-an indultak el különböző finom ételekkel. Hamarosan már a tányérokba is kerül az a sokféle húsból és a majálishoz illő egyéb más fogásokból álló ételsor. Természetesen egész nap kulturális események is, vidámpark, játszótér várja a családokat, a gyerekeket, a koncertekre vágyókat. Harmadik éve rendezzük meg a szekszárdi kutyamustrát, amely egyben egy jótékonysági esemény is, hiszen amellett, hogy mindenki a saját kedvencét elhozhatja, bemutathatja országnak, világnak, emellett a szekszárdi kutyamenhelyet is támogatjuk ezzel az eseménnyel a befolyt bevételből. Elmondta továbbá, hogy 30 kutyust tudtak díjazni a mustrán, sikeresnek könyvelte el azt. Ahogyan a helyszínválasztást is, és ámblak az egész rendezvényt, hiszen úgy látja, a szekszárdiaknak szüksége van az ilyen és ehhez hasonló közösségépítő megmozdulásokra. Nem sokat változtam, ugyanolyan makacs és önfejű vagyok, mint egy éve, bár finom juti faliért cserébe egy-két betanított dolgot szépen elvégzek. A majálisra kilátogatott Berta Zoltán, Tolna alpolgármestere is, aki a kollektív szórakozást emelte ki. A Dunamenti Polgári Egyesület ugye nem csak Tolnán, hanem ugye a térségünkben is szervez rendezvényeket, eseményeket. Ugye fő célkitűzésünk családbarát, közösségépítő programokat szervezni, illetve azokon részt venni. Nem véletlenül mondom ezt, hiszen a mai szekszárdi majálison mint egy nagy baráti közösség veszünk részt, közös főzéssel, barátainkat, ismerőseinket, családtagjaikat megvendégünk. De itt nem mi vagyunk a főszervezők, hiszen mellettünk még jó néhány más civil szervezet is bekapcsolódott a szekszárdi majális programjába, ahol ugye nagyon színes program a kutyabemutatótól, kutyamustrától kezdve a koncertekig, tornáig, minden megtalálható, mi pedig civilek próbáljuk együtt jó hangulatban egy nagy családként, baráti közösségként tölteni ezt a május 1-jét. Hiszen május 1-je az mindig a kollektívánkról, a közösségükről szóló esemény volt. Igazából retro módon ezt próbáljuk feleveleníteni ezen a napon. Hasonlóan gondolkodott Horváth István is. Mi is a barátaimmal nagy főzéssel készültünk, közel 400 főre főztünk, és nagyon szépen fogy az étel. Reggel hagyományosan virsivel és sörrel vártuk a vendégeket. A virsli és a sör az szintén a május 1-jének egy ilyen emblematikus étele, és itt most kora délutánban meg a különböző kujások, tokányok és nagyon ízletes, finom magyaros ételek. Gyurkovics János alpolgármester szintén a rendezvény közösségépítő erejét hangsúlyozta. Lényeg a dolognak, hogy még a Covid hatását is lehetett érezni itt az elmúlt időszakban, de most, hogy így normalizálódott a helyzet, így ismételten a baráti társaságok, közösségek együtt tudnak lenni, és ezt a május 1-i ünnepet itt kollektíven kellemesen el tudják tölteni. Itt a mai nap a pihenésről szól, arról szól, hogy mindenki jól érezze magát. Itt a gasztronómiai igényeket bőven ki lehet elégíteni, és nagyon sok kulturális program van, és olyan játékos programok, ahol a teljes család tud szórakozni, és megtalálja a neki szükséges helyeket,
ahol kellemesen tudja tölteni a napot. Az eseményre meghívták a Pécsi Oldtimer klubot is, amelynek elnöke elmondta, hogy a helyszínre 25-en érkeztek, továbbá a jövőbeli terveikről is beszélt. Általában egy veterán bállal kezdjük az idényt, aztán tavasszal és ősszel csinálunk egy nagy veterán bőrzét a Pécsi Expo Centerben. Nagy duranás volt ebben az évben is, alig fértünk be az Expo Center udvarába. Aztán nyáron például a Harkányi Fürdőfesztiválon csinálunk kiállításokat, vagy Zalaszentgróton a fürdőben, és különböző túrákat is szervezünk. Minden évben csinálunk egy ilyen nagyobb kirándulást, ilyen majdnem egy hetest. Tavaly évben az Alpokban voltunk, egy 2500 kilométeres túrán, ebben az évben pedig Erdélybe tervezzük a kirándulásunkat május végén. Aztán a legnagyobb rendezvényünk talán, még annyit megemlítenék, az a szeptember végén a Nemzetközi Veteránjármű Találkozó, ami 3 napos, és az minden esetben Pécset szokott és környékén szokott lezajlani. Több megkérdezettünk szerint is a legjobb helyszínre esett a választás, hiszen jól ki lehet használni a teret, ezáltal pedig az nem vált zsúfoltá. Nagyon szeretem a népizenétől kezdve minden. És milyen ez a helyszín? Őleg a kutya. És milyennek találják a helyszínt? Tökéletesnek, nagyon jó. Játszottam igazából ezen a Lingispíren, meg igazából vettem lufit. Búcsú hangulat van, egy kötelező vidéki majális hangulat van. Én a medvecukorért jöttem, a többi annyira nem nyűgöz le. Szerintem jól tetszik, mert jól ki lehet használni az egész helyszínt, ez egy új helyszín, még nem volt ugye majális, szerintem én meg vagyok vele elégedve igazából. A majálist az Apostol Zenekar koncertje zárta. A foltvarrás nagyon ősi időkre nyúlik vissza, valószínűleg egyidős a szövés feltalálásával. A világ minden táján megtalálható, hiszen alapvetően a takarékosságból, az értékes textilek megmentéséből, újrahasznosításából eredeztethető. Ismerkedjünk meg a 26 tagot számláló Szekszárd környéki foltvarró egyesülettel. 2000-ben alakultunk, a mozaik foltvarró szakkör volt a jogelődünk, Molnár Marika vezetésével. Aztán 13-an úgy döntöttünk, hogy egyesületi alakulunk, és ez 2000-ben meg is történt. Aztán egy pár év alatt 30-ra nőtt a tagságunk, annak folyamányaként, hogy rendszeresen tartottunk foltvaró alaptanfolyamokat, és általában azok a hölgyek, akik elvégezték, beléptek az egyesületbe. 2 hetente találkozunk, egy 3 hónapos hosszú nyári szünetet kivéve. A művelődési ház ad otthont, azon kívül, hogy rendszeresen találkozunk, ezen kívül tanfolyamokat tartunk, részt veszünk a művelődési ház kézműves foglalkozásain, húsvétkor, karácsonykor, anyák napján, gyereknapon. Korábban tartottunk vidéken is tanfolyamokat, látogattunk idősek otthonát, különböző művelődési házakban tartottunk kiállításokat. Most az utóbbi időben erre már nincs igény, mi sem szorgalmazzuk annyira. Sajnos öregszik a csapatunk, hiába próbálkozunk fiatalítani, ez nem igazán megy. A fiatalok inkább az olyan kézműves foglalkozásokat szeretik, ahol nagyon gyors eredmény van, a foltvárás nem ilyen, erre időt kell számni, és ez úgy látszik, hogy nem annyira szimpatikus. Május 7-én nyílt meg a Babits Mihály Kulturális Központban a Szekszárd környéki foltvarok tavasz című kiállítása, amely még 21-éig lesz megtekinthető. Tavaszi koszorú készül, annak jegyében, hogy a kiállításunknak a címe a tavasz, és próbálom minél több tavaszi tárgyat bemutatni. Hát korábban volt egy budapesti testvércsoportunk, az Aranykész csoport, hát ők is kiöregedtek a foltvarásból. Most inkább a környékbeli közös varrásokra megyünk, Mázára, Pécsre. Tulajdonképpen tartjuk a kapcsolatot más csoportokkal, például a bajaiakkal is, de nincsenek rendszeresen összejöveteleink. Korábban a tamásiakkal voltunk, és a hőgyésziekkel szorosabb kapcsolatban. Ezek így az évek során elsorvadtak. Most például Csehországba megyünk, ott lesz egy 3 napos foltvarú fesztivál, 8-an megyünk a csoportból.
korábban Ezüstföldben is voltunk csoportosan, Birminghamben is voltunk csoportosan, de azáltal, hogy idősödik a társaság, az utazási kedv is lanyhul sajnos. Ha kinyitod a világtérképet, és becsukod a szemed, és böksz egyet, akkor az Újjathegyénél is biztos, hogy lesz egy foltvaró csoport. Mert nő, terjed, mint a gomba, mert a hölgyek nagyon szeretnek varni, szeretik a kézműves tevékenységet, és ahogy Urbán Fiteri, az egyik foltvaró társam fogalmazott, a világ körülöttünk nagyon hektikus lett, minden mozog, minden villog, minden vibrál körülöttünk, és a foltvarás az a régi, békességes korok nyugalmát és harmóniáját idézi, és hozza vissza nekünk, és talán ezért ilyen népszerű. Ez biztos, hogy a foltvarásnak a másik hatalmas nagy hozadéka az emberi kapcsolatok. Hát azóta, amióta foltvaró vagyok, azóta rengeteg új barátom van, rengeteg új ismerősöm van, folyton találkozom különböző foltvaró hölgyekkel, ilyen-olyan fórumokon, és a foltvarás az abból a szempontból is egészen más kézi munka, mint az összes többi, hogy ezt általában nem magányosan űzzük, hanem mindig csoportban. És mindenféle csoportos foglalkozás jár ezzel együtt, nem csak a szakkörök, hanem az úgynevezett közös varrások, ahol 100-200 nő is összejön, és egyszerre varnak valamit. Ez általában egy úgynevezett piasztérrel párosul. Hát volt már ilyenünk, hogy legszebb kézi tűzés, de igazából, hát nem szeretnénk csúnyán fogalmazni, de az indultak még rovatban szerepeltünk, mert nem azért, mert a munkánk nem volt fantasztikus, hanem azért, mert nagyon sok fantasztikus munka volt, és nagyon nehéz volt közülük választani. De most is nagy lelkesedéssel készülünk, és igazából nem is a díj a lényeg, hanem a közös munka. Az valami fantasztikus, amikor a csoport együtt van, együtt gondolkodik, és amikor tényleg arról van szó, hogy ez a munka, ez csoportmunka. Mert mindenki beleteszi azt, amiben a legjobb, amiben a legügyesebb, ami a legkedvesebb számára, úgyhogy nagyon szeretünk csoportmunkát varni. Steib Gáborné szenvedélyes patchworkös, aki saját magának is készít használati eszközöket, és Bonyhádról jár be a foglalkozásokra. A foltvarás az egy ilyen egyéni és csoportos munka, ahogy a Magda is elmondta, de mindenkinek a saját egyénisége szerintem az, hogy miből és mit alkot és hogyan. Magdi a vezetőnk, tehát őtőle kapunk inspirációkat, ötleteket, és akkor mindenki azt próbálja a saját személyiségére formálni. Szerintem én vagyok az egyik legrenitensebb tagja és diákja, mert én mindig mássak, mint amit ő mond. Tehát tűcérna olló legyen az embernél mérőszalag. Körülbelül ennyi az alapkészlet és anyaguk, amiből ugye lehet alkotni, és ugye hát régen ez aranyos zsákból ment, most már egyre inkább új anyagokat szabdalunk széjjel, bár én még mindig nagyon szívesen dolgozom aranyos zsákból, és nagyon sok farmert hasznosítok újra, mert így ránézéssel is én magam is szeretem a farmert, és akkor így a kiegészítőim, ékszereket, táskákat, tehát mindent, amit lehet farmerból elkészíteni, és természetesen valami kis színes anyaggal, vagy gyöngyökkel, csipkével díszíteni. Nagyon szeretem csinálni, nagy élvezet számomra. Leginkább a gyerekkori élményeket próbálom megvarni. Több olyan munkám van, ami személyes indítatású. Az egyik munkámnak az a címe, hogy Szőlőhegyi úton, azért nem hoztam el, mert nagy, igen. És arra emlékezve, hogy az nagymamámmal gyerekkoromban gyalog mentünk a Szőlőhegyre, és azt vartam meg. A mostani munkámat, amit most elhoztam, annak az a címe, hogy a sárkányok. Az indítatott, hogy a gyerekek eregetik ugye a sárkányokat, és mindig csodálkoztam, hogy maradnak azok fönn. Hát most ezek, amiket megvartam, a munkámon fönn maradtak. Ismét megrendezték az évtizedes hagyományokkal rendelkező Cinegemadár népdaléneklési versenyt a Szekszárdi Kulturális Központban. A döntőbe 33 nevező jutott be. Zöld sejem szoknya, csipkés az alja, dínom-dánom friss menyecske, forduljon gyamúd.
Nagy hagyománnyal és már-már történelemmel bír a Tolnavár megyei népdaléneklési verseny, melyet Bogár István emlékére szerveznek. A rendezvényt még Szabadi Mihály kezdeményezésére indították útjára a 60-as, 70-es években. Áprilisban lezajlott a két elődöntő, nagy örömünkre 50 produkcióval neveztek ebben az évben, előző évhez képest ez egy jelentős emelkedés, és ami még külön örömteli tény, hogy újra reneszánszát éri a népi hangszeres zene, ugyanis nem csak szólisták, nem csak csoportos produkciók népdal éneklésben hangzanak el, hanem egyre több a népi hangszert felelevenítő és újra kézbevevő fiatal is. A legjobb minősítést megszerző produkciók és előadóik aztán a szexárdi szüreti napokon is színpadra léphetnek, így megmutatva tudásukat és tehetségüket a környék egyik legnagyobb szabadtéri megmozdulásán. Gólyabanda a mi nevünk, és van három prímás most éppen a versenyszámban, és a tanáraink, vagy esetleg aki kíséretet tanul, ő besegít nekünk. A zsűri szigorúan, de azért mégiscsak tisztességesen értékelte a versenyzők teljesítményét. Elnökük szerint az értékeléskor azt az élményt keresik, amelyet a színpadon állók kiváltani képesek mondani valójukkal, esetleg virtuózitásukkal. A népdaléneklésben ez az anyanyelvi megszólalás, ez nagyon hosszú évszázadokon át csiszolódott ki, de az érzések azok akkor sem változtak, hogyha közben az életmódunk gyökeresen megváltozott. Tehát elsősorban azt nézzük, hogy vajon önazonos-e az, aki énekel, aki muzsikál, neki ez jelent valamit? És itt ezen a versenyen az a tapasztalatom, hogy évről évre, sőt, hát a verseny hagyományait figyelembe véve évtizedről évtizedre megőrzik azt az alapvető emberi igényt, és azt az alapvető emberi lehetőséget és képességet, hogy kifejezzük magunkat, érzéseinket, gondolatainkat, anyanyelvünkön, közérthetően, olyan költői képekkel, ami egyszerűen többféle érzékszervünkre is hat. És azt látom a közönségen, hogy nem csak a szülők, nem csak a felkészítő tanárok, hanem mindannyian egy-egy igazán szívhez szóló és őszinte megnyilvánulásnak hatalmas vastagsal örül. Úgyhogy ezt várom a mai naptól is. Az elnök megosztotta még velünk, hogy a népi hangszerekre egyre nagyobb igény mutatkozik, trendé vált, és már nem csupán idősebb korban, de fiatalon is egyre többen keresik az efféle lehetőségeket. Én azt látom, hogy inkább egy megújulásról, mert a népi hangszereknek a használat az teljesen természetes volt a paraszti családokban is. Nem csak a polgári szalonokban szólaltak meg a hölgyek zongorán vagy lanton még korábbi időkben, hanem természetesen ott voltak a paraszti háztartásokban például a citerák. Azok mindennapi saját, családi és önmaguk szórakoztatására, megnyugtatására szolgáltak. Gyakorlatilag még most is az idősebb házaspároknak a padlásain, a családokban ott vannak ezek a hangszerek. Ez a mozgalom indult újra, és ennek köszönhető részben a népzeneoktatás kiteljesedésének, egyre több a hangszeres oktatás, bár lenne még több, mert hozzánk folyamatosan érkeznek a kérdések, hogy hol van egy végzett citera tanár, vagy furulya tanár, hiszen itt a környéken aztán tényleg tudják, hogy a pásztorkodás a másik ilyen alkalom, ahol a furulya félék, a dudák megtalálhatóak voltak. És hát még egy nagyon-nagyon fontos műfaj van, az a vonós zene. Itt a környékben is híres vonós zenekarok, és még tambura zenekarok is voltak. Mindenre lenne igény. Tehát azt látom, hogy a gyerekek, szülők, tanárok, iskolák részéről lenne igény, már csak minél több tanár kellene. Minél több olyan fiatal, aki lát benne az aktív színpadi zenélésen, turnézáson túl, lát magában a tanításban egy lehetőséget. Yeah.
Immáron harmadik alkalommal volt a Szekszárdi Kulturális Központ vendége Radics Tamás túravezető. Ezúttal Nepálba vezette el közönségét méghozzá az Everest alaptáborába. A túravezetőnek nem ismeretlen a helyszín, hiszen korábban is járt már a kulturális központban, többen pedig éppen a korábbi remek tapasztalatok miatt érkeztek a rendezvényre. Radics Tamás ezúttal Nepálról tartott érdekes és nem mellesleg ismeretterjesztő előadást. Az ország fővárosából, Katmanduból fogunk indulni, aztán egy kalandos repülés során a világ egyik legveszélyesebb repterén keresztül Luklába fogunk jutni, és onnantól indul majd egy olyan 10 napos trekking utunk az alaptáborba, és aztán majd vissza megint Luklába, és hát erről lesz szó, hogy útközben mit lehet látni, milyen 8000-eseket, 7000-eseket lehet látni, milyen népek élnek ezen a területen, miért jó Nepál, milyen nehézségei vannak a közép-európai, vagy mondjuk nevezzük nyugati embernek, hogyha ilyen keleti irányba indul el, milyen ott egy magas hegyi túra, szóval igyekszem minél több szempontból, vagy nézőpontból bemutatni majd ezt az Everest környékét. Mert hogy veszélyekkel és kihívásokkal tarkított a környék. Persze a szakember azt vallja, különösebb előképzettség nem szükséges az úthoz, azért az mégsem gyaloggalopp. Ez a világ egyik legkisebb kifutó pályájával rendelkező repülőtere. Egy hegyoldalba alakították ki, még az 50-es években, vagy a 60-as években Edmund Hillary-ék, akik az elsők voltak, akik megmászták hivatalosan Tenzing Norgé-val az Everest legmagasabb pontját, és ezután tulajdonképpen Hillary rengeteget dolgozott ki Nepálba, iskolákat alapított, és egy ilyen repülőpályát is kialakított, és ez a mai napig is egy nagyon veszélyes hely. Egyrészt azért, mert nagyon rövid a kifutópálya, hegyoldalba épült, úgyhogy amikor a kis gépek itt leszállnak, ez ilyen 15-20 fős gépeket kell itt elképzelni, csak is kizárólag jó időjárási körülmények között mennek fel, vagy repülnek ezek a gépek, akár Katmanduból, akár Mantaliból, és olyan a repülőtér, vagy olyan a kifutópálya, hogy amikor leszállnak a gépek, emelkedik. Ezzel is lassítja a gépet, visszafele pedig lejtővel ugye mennek lefelé a gépek, és ez szakadékba végződik az út. Szóval ott azért van egy kis zapszem az emberbe, hogy ezen a kifutópályán végigmenjen, és hát elég sok baleset is történt a 2004-es időszak előtt, sok gép lezuhant, mert olyan körülmények között is repültek, amikor nem lehetett volna. Tehát mondjuk rossz látási viszonyok, szél miatt, és mivel ezeknek a gyorsan változó időjárási jelenségnek a repülőtér nagyon ki van téve, ezért tényleg csak jó körülmények között lehet berepülni oda. Arról is beszélt, miért nem olyan egyszerű az európai embernek ez a túra? Lassú, mindenféleképpen lassú. Meg kell tanulni egy picit elengednie magát az embernek, és csak lassan kell közlekednie, egyrészt a magasság, illetve nagyobb rész, főleg a magasság miatt, de másik részt a nepáliak azért lassú emberek, tehát hogy nem érdemes elkapkodni a dolgokat, és azért ez egy komoly és nehéz trekking útvonal, nem a technikai nehézségek miatt nehéz, mert tulajdonképpen bakancsba végigjárjuk az egészet meg túrabottal, hanem ami a nehézséget adja, az főleg a magasság lesz, és a ott lévő kultúra miatti, hát így megfelelés, vagy elengedés, például nagyon fontos az, hogy nagyon alázatosnak kell lenni a hegyek irányába. Most ez a hegyek, ez több mindent jelöl, magasságot is jelöl, mindenféle időjárási tényezőt jelöl, de tényleg nagyon kockázatos az, hogyha nyugati emberként viselkedünk ezeken a helyszíneken. Egy nagyon egyszerű példát fogok mondani, például ki kell bírni fürdés vagy hajmosás nélkül. Mert abban a magasságban 4000 méter vagy 5000 méter felett azért az emberi szervezet nem úgy működik, mint alacsonyabb magasságokban, és hogy az ember mondjuk vizes fejjel, akár
kimegy és megfújja a szél, pillanatok alatt az egész trekkingét elrontja, mert ott már nem nagyon tudsz meggyógyulni. Tehát abban a magasságban igazából a teste az embernek szép lassan elkezd leépülni. És hiába aklimatizálódik a magassághoz, hozzászoktatja a szervezetét a magassághoz az ember, attól függetlenül nagyon könnyű betegnek lenni. És rendkívül alázatosan kell viselkedni a hegyekkel szemben, hogy megengedje a hegy úgy mond azt, hogy az alaptáborba eljussunk. A világ egyik leghíresebb tábora ez, a világ leghíresebb hegyvonulatán. Az Everest megmászásához engedélyre van szükség, amit az elmúlt évben több mint 400 vállalkozó szellemi mászónak adtak meg. A táborba azért nem ilyen bonyolult az út. Az Everest alaptábor az, hogyha a luklai berepülést számítjuk, akkor 2800 méter magasról kezdődik, Lukla azon a magasságon van, a tengerszint felett, és aztán az Everest alaptábor 5300 méteren van, 8 nap alatt érjük el az alaptábort, de utána még szoktunk magasabbra menni, ott van a Kalapatár csúcs az alaptábor mellett, az 5650 méter magas, pazar kilátással a Pumori csúcsra, az Everestre, a Lhotse-ra, a Nupche csúcsokra, tehát egész fantasztikus helye a földünknek, és az a vége, illetve hát utána vissza kell sétálni ugyanazon az útvonalon, de ennek az útnak igazából nem a csúcs élmény a lényeg, hanem ez az út, ez olyan, mintha egy komoly zarándokút lenne, és nem klisészerűen akarom ezt használni, hanem tényleg annyira meg kell változtatnia az embernek a gondolkodását egy ilyen úton, hogy sikerre tudja vinni ezt a trekkinget, ami miatt egész életében tulajdonképpen emlékezni fog egy ilyen útra. Bár ki van építve végig az útvonal, úgynevezett teaházak vannak, amiben lehet aludni, lehet levest enni, sőt igazából nagyon jó kaják vannak, tehát jakburgertől steaken át szinte minden kapható ezekbe a házakba, és ez egyfajta nehézsége is az útnak, hogy meg kell állni azt, mert igazából a lefelé tartó emberek, akik már jól aklimatizálódtak, azok tudnak ilyen nehéz kajákat enni, de fent amúgy sincs étvágy az embernek a nagy magasságban, vagy a nagyon magasságban, úgyhogy azért nagyon kell figyelni, és alázatosnak kell lenni. Radics Tamás ezeken kívül Nepálról is, a nepáli törzsekről, ahogyan ő fogalmazott, az életmódról és a környékbeli nevezetességekről is beszélt előadásában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látták. Viszontlátásra!